Örülök, hogy a politikai megerősítés mellett olyan területeket is meghatároztunk a nőkkel való réteg találkozók során, amely nem csak számunkra, nőknek, hanem az egész társadalom számára fontos. Ilyenek például a munka és család összeegyeztethetősége, a vállalkozói szellem támogatása a nők körében. Abban maradtunk, hogy munkacsoportokban fogunk dolgozni, el is készült egy ilyen dokumentum, amely listázza ezeket az elképzeléseket. A Hargita megyében, a három térségben, Csík, Udvarhely és Gyergyó, összesen több mint 130 női jelöltet indít az RMDS nőszervezete, ezek közül 80 befutó. Arra kérjük, hogy támogassák ezeket a hölgyeket a listákon. Örvendek, hogy Hargita megye három térségi nőszervezetének a szervezésében részt vehettem egy-egy konzultáció. Hiszem azt, hogy a hölgyekre szükség van. Az erdélyi, a székelyföldi és a Hargita megyei, illetve azon belül a három térség vezetésében. Hiszük azt, hogy azokat a programokat, azokat a családprogramokat kell tovább folytatni, amelyekről már az elmúlt időszakban jó néhányukra tudtunk egyeztetni, de szükség van újabb elképzelések, újabb projektek elindítására. Szükség van kiszélesíteni a szűrőprogramokat, szükség van a gyerekvállalás, a családbarát újabb intézkedéseknek az elfogadására a helyi és a megyei önkormányzatokban. Azt vállaltuk, és nyugodt szívvel tudjuk vállalni, hogy az elkövetkező időszakban, az elkövetkező 4 évben rendszeres konzultációk révén a döntéseknek az előkészítési folyamatában minden olyan helyzetben, amikor a családról, a jövőről és persze a jelenről is van szó, akkor a hölgyek szervezeteivel konzultálni fog a Hargita megye tanács. Az elmúlt időszakban több hölgyel és női önkormányzati jelölttel találkozva azt vettem észre, hogy nagyon sok hölgy, aki szeretne részt venni a közösségük támogatásában, a közösség szervezésben, nagy lendülettel és nagy motivációval indulnak neki a választásoknak. Én azt gondolom, hogy azok a témák, amelyek a család, a gyerekek, az oktatás, nevelés, akár női vállalkozók témaköréhez tartoznak, mind olyan témakörök, amelyeket úgy gondoltunk, hogy női szemmel és női lélekkel kell hozzányúlni. Fontos az, hogy ezek a hölgyek, akik szeretnének részt venni közösségük megerősítésében, a közösségi munkában, ott legyenek a döntéshozatalban. Ezért arra kérek mindenkit, kiemelten a hölgyeket, hogy vasárnap vegyenek részt a választásokon, és támogassák szavazatukkal az RMDS női jelöltjeit.